Megyei értékek, film készült a 150 darabos gyűjteményről. Elismerés, a védőnőket köszöntötték a Városházán. Esélyt a szemnek, nehéz helyzetben élők juthattak szemüveghez Kántor Jánosiban. Szabolcs-Szatmár Bereg értékeit bemutató filmet készített a Megyei Értéktárbizottság. Az alkotásban a gyűjtemény mind a 150 eleme szerepel. A filmet a Hungarikum törvény elfogadásának 10. évfordulóján mutatták be a Sóstói Múzeum faluban. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Nagy István agrárminiszter a filmbemutatón azt mondta, az értéktár tartást és identitást ad, ezért fontos folyamatosan gyarapítani. A filmet a bizottság honlapján lehet megtekinteni. Magyarország északkeleti szegletét, Szabolcs-Szatmár Bereget mondják a Vizek megyéjének is. Átfogó képet ad Szabolcs-Szatmár Bereg értékeiből az a 10 perces film, amely a Megyei Értéktárbizottság megbízásából készült. A teljes alkotás mellett három rövidebb verziót is vágtak, amelyeket a közösségi médiában szeretne a testület terjeszteni. Két célunk is volt. Egyrészt az, hogy megpendítsünk olyan érzelmi húrokat, hogyha valaki ezt a filmet megnézi, hogy akkor valóban egy picit előjön belőle a szülőföld iránti szeretet, és úgy gondolom, hogy ez sikerült. A másik nem titkolt célunk pedig az volt, hogy azért a fiatalabb generációhoz is szóljunk, és a filmnek a hangulata, a képi világa, ez mind-mind lehetővé teszi ezt, mert nekünk akkor van igazából értelme a munkáknak, és akkor érünk el eredményeket, hogyha lesznek olyanok, akik majd a utánunk következő generációkból szintén fontosnak tartják azt, hogy ezt az értékgyűjtő küldetést tovább vigyék, akár a családi életükben, akár a közösségükben. Hogyha ezt elérjük, akkor lényegében mindent elértük, úgyhogy ez a film is egy olyan szerepet tölt be majd ebbe a küldetésben, amelyet reméljük, hogy nagyon sokan fognak szeretni, sokan fognak megosztani, kihasználva a közösségi média felületeket is természetesen, és nagyon sokan fognak kedvet kapni ahhoz, hogy bekapcsolódjanak az értékgyűjtő munkába. Minden évben egy-egy produkcióval, egy-egy vetélkedővel, közösségi rendezvénnyel igyekszünk ezt a mozgalmat még inkább színesíteni és élményszerűvé tenni. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke a bemutató alkalmával azt mondta, jelenleg 150 értéket számmel a megyei gyűjtemény, de nem zárt, folyamatosan bővítik. Nem gyűjtöttük össze az összes értéket, és nem zártuk be egy vitrínbe, és időnként leporoljuk őket, hanem ezt folyamatosan gondozzuk, ébren tartjuk. Például ilyen kisfilmekkel, amelyek ennek a mostani ezévi pályázatnak az eredményeképpen elkészültek. Számos alkalommal volt már ilyen sajtótájékoztatónk, hiszen évente ezeket igyekszünk a sajtó révén is ismertetni ezeket a projekteket. Az Agrárminisztérium, illetve az elődje a Földművelési Minisztérium képviseltette magát ezeken a rendezvényeken, de miniszteri szinten még nem. Úgyhogy köszönjük miniszterünknek is, hogy itt volt ezen a 10. jubileumi alkalommal, hiszen a Hungarikum törvény az 10 éves. Jelenleg 83 érték szerepel a Hungarikumok gyűjteményében, a Magyar Értéktárban pedig 142 kiemelkedő nemzetérték található. A bemutatón részt vett Nagy István agrárminiszter, aki egyben a Hungarikum Bizottság elnöke is. Azt mondta, az összegyűjtött értékek tartást adnak a magyar embereknek. Ad egy identitást, egy tartást, a legkisebb településen élőkben is. Hiszen mégiscsak az a cél, hogy ebben a globalizálódó világban, ami minden uniformizál, próbál egy egységes mázzal leönteni. Tehát mégis legyen egy hely, ahova, ha megérkezünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, hazaérkeztünk, ez az otthonunk. Mert ha megkérdezzük ma, mitől is vagyunk mi magyarok, mitől vagyunk mi itt itthon a Kárpát-medencében, akkor tudnunk kell sorolni az értékeket. És az az értékpiramis, amely a helyi értékből, aztán megyei értékből, aztán a kiemelkedő értékek, nemzeti értéktárából, majd ugye a Hungarikum gyűjteménye, ahogy alakul, ez mind-mind egy-egy olyan tudatos felhívás, amely segít bennünket magyarrá, segít bennünket 21. századi emberré válni. A megyei értéktár folyamatosan bővül. Hamarosan újabb értékek kerülhetnek be a gyűjteménybe, hangzott el a szombati bemutatón. A filmet a bizottság honlapján lehet megtekinteni. A koronavírus járvány alatt komoly kihívásokkal kellett megküzdeni a védőnőknek, a korlátozások okozta nehézségek rávilágítottak tevékenységük fontosságára is. Hétfőn délután a védőnőket ünnepelték a Városházán. Védőnőkkel telt meg a Városháza díszterme hétfő délután. Június 13-a a védőnők napja, ezért rendeztek számukra ünnepséget.
Az első képzés 1916-ban indult Heim Pál kezdeményezésére. 1975-től 3 éves képzésben részesülnek a szakma iránt érdeklődők, 1989-től pedig főiskolai diplomás képzésként elérhető a védőnő szakma. 107 éves tradícióról beszéltünk, én már egy Hungarikumról, és azt gondolja a város is, hogy minden évben ezen a napon az el kell tudni ismerni, és meg kell állni, és a védőnőket egy kicsit magasztalni kell, hisz ők azok, akik felelősek gyermekeinkért, gyermekeink jövőért, egészségért, és nagyon sok mindent csinálnak, végeznek így az alapellátás rendszerében. És nem szabad elfelejteni, hogy 63 főről van szó, akik ugye lehet, hogy már több százan lennének itt igazán, vagy ha az elmúlt 100 évet nézzük, de most, akik itt vannak, azoknak is kell látni, hogy elismeri a város, elismeri az alapellátást, és nyilván várjuk a fiatalokat is, hogy menjenek védőnőnek, és legyen utánpótlás, ez egy nagyon fontos dolog. Az elmúlt évtizedekben a védőnői feladatok folyamatosan bővültek. A 21. századi technológiának és a felgyorsult világnak köszönhetően ma már számos új kihívással kell szembenézni. Napra késznek kell lennünk abban, hogy mi az, ami most divat, és az egészségkárosító hatása, milyen hatással van rájuk ennek az ismerete. Nagyon jó szemléleti eszközöket kaptunk. Én egy utazó dohányzó babát mutattam be múlt héten, például a dohányzás veszélyeiről. A kormányhivataltól kaptuk például kölcsön. Tehát vannak új dolgok, amiket lehet használni, amiben lehet szemléltetni, de igazából a gyerekekkel való interaktív beszélgetés az maradt. Az ünnepségen az is elhangzott, nem elég alkalmazkodni ezekhez az elvárásokhoz, előre is kell tekinteni, és a jövő irányelveinek megfelelően fejleszteni mind a szaktudást, mind a rendelkezésre álló eszközöket. Ez, hogy alkalmazkodni tudjon, szükség van támogatásra a szakmai vezetés részéről, és szükség van támogatásra akár egy civil szervezet részéről, mint akár az a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége is, amelynek valóban a szlogenje így hangzott, hogy a jövőt fejlesztjük a mában, amely tartalmas programokat, pályázatokat tudhat maga mögött az elmúlt 3 évben, mert 3 éve alakult, és amit most örömmel szeretnék itt elmondani, hogy a Védőnők napi alkalmából megjelenik egy tudományos folyóirat, amelynek az a neve, hogy Aranypajzs. A Védőnők napjának célja, hogy felhívja a figyelmet a prevenciós szolgáltatásokra, melyeknek fontos szerepe van a várandós anyák mellett az iskolás korúak egészségének védelmében, egészségfejlesztő magatartásuk kialakításában is. A Védőnői Szolgálat nemzetközileg is elismert Hungarikum. Esélyt a szemnek címmel rendeztek civil programot Kántor Jánosiban. Olyan hátrányos helyzetben élők juthattak szemüveghez, akik önerőből nem tudnák megvásárolni az orvos által felírt szemüveget. 49-en kaphattak támogatást. Az emberek 1/5-ének szüksége lenne látásjavító korrekciós eszközre. Egy jó minőségű szemüveg több 10 000, akár 100 000 forintba is kerülhet. Sok hátrányos helyzetű család ezt nem engedheti meg magának. A gyerekek pedig akár hátrányba is kerülhetnek tanulmányaik során, ha nem áll rendelkezésükre a megfelelő szemüveg. Rajtuk is segít az Esélyt a szemnek program, amelynek keretében idén közel 50-en kaphattak szemüveget Kántor Jánosiban. Az iskolában bementünk felmérni a gyerekeket, tehát ott egyből már 25 gyerek jelentkezett, hogy nekiek nem jó a látásuk, és abból csak sajnos 15-öt tudtunk bevenni, mert felnőtteknél is ugyanez a helyzet. A településen 2000 fős a lakos, és mondom, 1/5-ének biztos, hogy szükség lenne szemüvegre, legalább 500-ra, vagy akár többre. És sajnos nem tudják megcsináltatni, mert nagyon sokba jön a bekerülés. 15 gyermek és 34 felnőtt vett részt a programban, akik kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy szociálisan hátrányos helyzetű legyen. Az orvosi vizsgálatot pedig a próba követte. Ez a szaküzlet második alkalommal kapcsolódott be a programba. Az ide érkezők 185 jó minőségű keret közül választhatták ki a nekik legmegfelelőbbet. Mivel a programban csak az alaplencséket tudják biztosítani, és sokaknak összetett látás problémájuk van, így volt olyan, akinek rögtön 2 szemüveget is csináltatni kellett. Néhányunknál rögtön látszott az is, hogy soha nem volt még saját szemüvege. Már amikor a keretet próbálják is, látszik az, hogy nem szoktak szemüveget hordani, mert nem úgy veszik le, nem dobálják. Nem tudom, hogy ki az, aki a végén megjegyzi-e azt, hogy hogyan kell úgy működni vele, hogy az tartós legyen. De próbálnak figyelni,
csak valahogy mégis egy kicsit lazábban veszik a dolgot. Legutóbb 4 évvel ezelőtt tudták támogatni a program keretében a szociálisan rászorulókat Kántor Jánosiban, akkor 90 szemüveget tudtak csináltatni. A tervek szerint a következő lehetőség 4 év múlva lesz a támogatásra. Különleges színdarabot láthattak az ünnepi könyvhét vendégei a Móricz Zsigmond könyvtár Vécsei utcai fiúk könyvtárában. Az Angyali gépek elveszett alkatrésze című monodráma Haraszti Ágnes verseiből született. Előadója Koblicska Lőte színész és Boros Levente zenész volt. Egyszer azt mondta nekem, hogy vedd a kezedbe a sorsodat, mert mindig csak várod, hogy a sült galamba szádba repüljön. Na én azóta folyamatosan, ha kell, hanem csak így sorolom a dolgokat, mondom a feladatokat, ömlenek a szavak. Sokszor nem is tudom, hogy mozog-e a szám. Hogy vajon más is hallja, vagy csak én hallom. Különleges versszínházi előadás helyszíne volt a Vécsei utcai fiók könyvtár. A monodráma Haraszti Ágnes kortárs költőnő verseiből és szövegeiből készült a Köszönjük Magyarország pályázat kiírására. A minden érzékre erőteljesen ható produkció versei a felnőtté válás folyamatát járják be, olyan témákról, mint az anya-gyermek kapcsolat, a szerelem, a magány és a barátság. A versek Koblicska Lőte hangján szólalnak meg. A nézők korábban már láthatták a bemutatót a könyvtárban és a Kossuth gimnáziumban is. Próbáltuk egy olyan közegbe helyezni az előadást, ahol a nézők részei az előadásnak, de nem interaktív az előadás, tehát nem kell beleszólniuk, viszont egy helyszínen vagyunk, ugyanott vannak, ahol én, ez igazából egy kórháznak a váróterme, és várunk a behívásra, és ők is így hirtelen részei lesznek ennek a helyzetnek. Évekig mosni a csúszó sárga vért odalentről hiába. A vadkakast megenni, a szelidet mindig külön zárni. Az előadás atmoszféráját a zene teszi igazán különlegessé, a szövegeket a különféle dobok hangja veszi körbe. Készítek ilyen szinti atmoszférákat, amik leginkább ilyen kis táptalajszerű, nem is feltétlenül zeneként ható dolgok, és azokat be tudtam emelni többnyire. És van még egy-két rész, amikor ilyen kis kézi dobot ütögetek, ami kicsit ilyen vehemensebb hangulatokat idéz. Szabó T. Anna költő ezt írta a szerzőről, Haraszti Ágnesről. Egy őserdő mélyén, a tudattalamban küzdi magát előre. Az Angyali gépek elveszett alkatrésze című előadás ezt az érzelmi, tudati, nyelvi utazást jeleníti meg. A biztonságos közlekedés, a környezetvédelem fontossága és persze a sport, a mozgás volt a központban a Michelin Bringa Fesztiválon. Szombaton Nyíregyházán 10. alkalommal tartották meg a rendezvényt. Pörögnek a lábak, és pörög a turmixgépben készülő gyümölcslé is. A vállalkozó kedvűek egy speciális kerékpár segítségével készítették el a frissítőt, de különböző játékok és szimulátorok is várták a 10. Bringa Fesztiválra látogatókat. A legnépszerűbb az a készülék volt, amely hullámvasutak és csúszdák élményét kínálta egy VR szemüveg segítségével. Az egész gép rángatózik, ugye a látvány az teljesen meg is tud benne fordulni, az ember végig van szimulálva a szemüvegben a látvány, és akkor így olyan érzés, mint hogyha lecsúsznának egy csúszdán, végigmennének egy ilyen nagyon durva hullámvasutas pályán, ami még meg is fordul, de teljesen olyan élményt nyújt. A szervezők szerint fontos, hogy mindenki figyelmét felhívják a biztonságos közlekedés fontosságára. 2 célja van a rendezvénynek, az egyik az, hogy megmutassuk, hogy közlekedni nem csak szükséges, hanem közlekedni jó dolog is, mert nagyon sok örömöt lehet találni, főleg, hogyha kerékpárral közlekedik az ember, és ennek biztonságosnak is kell lennie. A másik célunk pedig az, hogy adjunk egy olyan programot a városnak és a város lakóknak, ami nagyon kellemes szombat délelőtt, szombat délután jelent mindenkinek. Nyíregyháza polgármestere elmondta, hogy a 2 év kihagyás után 10. alkalommal megrendezett Bringa Fesztivál már beépült a megyeszékhely lakóinak életébe. Találkozik és találkozott a városvezetés elképzelésével. Egyrészt, hogy az egészséges életmódot vigyük be, és terjesszük, népszerűsítsük a nyíregyháziak közt. Másrészt a biztonságos közlekedést, harmadrészt pedig a környezetük védelmét. Na most ebbe a Bringa Fesztiválban minden benne van. Az egészséges életmódért csinált az önkormányzat nagyon sok szabadidőkondi parkot, ovikba sportpályát, rekordtán futópályákat és 80 km-es kerékpárút hálózatot. A
A biztonság pedig, hát ugye az megint a kerékpárutakat is jelenti, és az okos zebrákat, és nagyon sok minden más, és ezzel tudjuk védeni a környezetünket, mi magunkat, a városunk levegőjének a tisztaságát, és tudunk mozogni, ami nagyon-nagyon fontos. Nyíregyháza ezen a hétvégén sem maradt kerékpáros rendezvény nélkül, pénteken és szombaton ugyanis a Continental Arena ad otthont a teremkerékpáros Európa-bajnokságnak. A hetedik helyen fejezte be a bajnokságot az NB3 keleti csoportban a sínyői futballcsapat. Az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes 18 győzelem mellett 8 döntetlent játszott és 12-szer szenvedett vereséget. Sínyűn évek óta az a cél, hogy a bajnokság végén egy számjegyű helyezés álljon a csapat neve előtt. Ezt a célt a 2021-22-es idényben is sikerült elérni, a tavalyi 8. helyezés után egy pozíciót javítva a 7. helyen zárt Imrő László és Fiumei Viktor együttese. A bajnokság felénél 28 ponttal a 9. helyen állt a Sínyű, ehhez tavasszal 34 pontot tettek hozzá Kapacina Valerék. Most elég jól szerepeltünk idegenbe. Ezekkel mindenképpen elégedettek vagyunk. Akkor voltak hazai mérkőzések is, tényleg jobb csapatok ellen, amik jobban sikerültek. Viszont ugye megfordítva a kérdést, volt egy-két olyan meccs, ami után keserű szájízzel hagytuk el a pályát. Ugye ilyen például egy Debrecen 2-nél egy nem olyan jól kinéző vereség, vagy hazai pályán egy Putnok elleni vereség. A Sínyű az elmúlt években szűk játékos keretből gazdálkodott. A nagy mozgás nem volt jellemző a csapatra, változások azért ezen a nyáron is vannak. Ami eddig konkrét, az távozott 3 ember, ugye a kapusunk Nagy Máté, a Pázsombi és a Prakonkám Ádám. Ami érkező oldalról még eddig publikus és biztos, az ugye visszatért hozzánk a Jócsák Dávid és a Barta Gábor, ők mind a ketten fél évet Újférton voltak idézőjelesen kölcsönbe, ugye több játék lehetőséggel. Aztán őket is figyelgettük, néztük azért a mérkőzéseiket, eredményeiket, aztán ők így most visszatértek hozzánk. Az MLS döntési értelmében az úgynevezett fiatal szabály az NB3-as csapatokat is érinti. Erre igyekeznek felkészülni Sínyűn is. Egy 2004-es születésű játékosnak, ami elég fiatal, ugye kötelezően pályán kell lenni végig a 90 percig minden mérkőzésen. Ugye ebből kifolyólag azért ebből a korosztályból be kell szerezni legalább 3-4 játékost, ugye sérülés, formahanyatlás, eltiltás stb. Révén, meg ugye hogy lehessen cserélni is ezeket a játékosokat. Hát szerintem a többi csapatnak is elég fejtörést okoz ez, hogy honnan oldják meg az ilyen típusú fiatal játékosokat. Mi is rajta vagyunk a dolgon, és megpróbáljuk a lehető legjobb megoldást megtalálni erre. A sínyűi játékosok már június 23-án találkoznak, és néhány ráhangoló nap után elkezdődik az érdemi munka. A felkészülési meccsek többségén szintén NB3-as csapatok ellen lép majd pályára a Sínyű. Nyíregyházán a Bánki csarnokában rendezik azt a kosárlabda tornát, amelyen eldől az NB2-es bajnoki cím sorsa. A házigazda Sunshine Nyikse pénteken este 8:30-es kezdett el, a Budafok szombaton este 8 órakor, a PTE Peac, vasárnap délután 3:45-kor pedig a Békés Csabai KK ellen lép pályára. A győztes feljut az NB1B zöld csoportjába. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Szabolcs-Szatmár Bereg értékeit bemutató filmet készített a Megyei Értéktárbizottság. Az alkotásban a gyűjtemény mind a 150 eleme szerepel. A filmet a Hungarikum törvény elfogadásának 10. évfordulóján mutatták be a Sóstói Múzeum faluban. Nagy István agrárminiszter a film bemutatón azt mondta, az értéktár tartást és identitást ad, ezért fontos folyamatosan gyarapítani. A filmet a bizottság honlapján lehet megtekinteni. A koronavírus járvány alatt komoly kihívásokkal kellett megküzdeni a védőnőknek, a korlátozások okozta nehézségek rávilágítottak tevékenységük fontosságára is. Hétfőn délután a védőnőket ünnepelték a Városházán. Esélyt a szemnek címmel rendeztek civil programot Kántor Jánosiban. Olyan hátrányos helyzetben élők juthattak szemüveghez, akik önerőből nem tudnák megvásárolni az orvos által felírt szemüveget. 49-en kaphattak támogatást.
Június 14-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerda este is várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra! Kedden éjszaka borult idő várható, eső nem lesz. A hőmérséklet 16-19 fok között valószínű. Szerdán napközben derült időt jósolnak a meteorológusok, a hőmérséklet nem csökken, délután 25-29 fokot is mérhetünk. A hét további részében napsütéses és borongós idő váltja egymást 25 fok feletti délutáni hőmérsékletekkel.